Istennek, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnak feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kérült tanoknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, aki Isten az élők és holtak bírájáról rendelt. Minden profita tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten ígéje. Istennek a ezt a napot az Úristen adta, örvendezünk és vigadjunk rajta. Ezt a napot az Úristen adta, örvendezünk és vigadjunk rajta. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, mivel irgalma örökké megmarad. Az Úr jobb keze erősnek bizonyult, az Úrnak jobbja fölemel engem. Ezt a napot az Úr Isten adta, örvendezünk és vigadjunk rajta. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr nagy tetteit. A kő, amelyet az építők félre dobtak, íme az vált szeglet kővé. Mindezt az Úr vitte végbe, csodálatra méltó a mi szemünkben.